Magyarországon egészen a 19. századig mehetünk vissza a múltba, ha a csipkekészítős rejtelmeiről beszélünk. A csipke varrás, horgolás, valamint verés technikája ugyanis ebben az időszakban terjedt el, elsőként a felvidéki bányászvárosokban. Az alkotás folyamata aztán gyorsan elterjedt hazánkban, így a számos műhely mellett változatos motívumrendszer is kialakult. Mint az Országos Népművészeti Egyesület csipke szakága 1898. június 11-én alakult meg Tatabányán, a szervezet pedig azóta önálló egyesületté nőtte ki magát. A magyar csipkekészítők megalakulásuknak 30. évfordulója alkalmából célul tűzték ki, hogy az ország számos pontján egy kiállításon keresztül mutatják be az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb és legjellegzetesebb alkotásait. Így érkezett el a vándorkiállítás Tatára is a Német Nemzetiségi Múzeumba február 13-án. Az idei évben a Magyar Csipkekészítők Egyesülete megkeresett minket egy olyan érdeklődéssel, hogy szívesen kiállítanák egy vándorkiállítási program keretében megvalósult csipke anyagukat. És hát természetesen a kérdés egyből érkezett is feléjük, hogy és mennyi ennek a német csipkéje, milyen köze van ennek a német nemzetiséghez, és hát kiderült, hogy sokan foglalkoznak az országban olyan csipkéknek a készítésével is, amik főként a német nemzetiséghez kötődnek, úgyhogy innentől kezdve szabad volt az út, és ugyan a német nemzetiségi csipke most egy kisebb részét képezi csak a kiállításnak, mégis azt gondolom, hogy fontos látnunk ennek az iparművészeti, népművészeti ágnak a sokszínűségét, a sokféleségét, és azt hiszem kevés múzeum mondhatja el azt magáról, hogy az Országos Csipkekészítők Egyesületének egy ilyen hatalmas válogatását ismertetheti meg a látogatókkal. Reméljük, hogy a kiállítás sokakhoz eljut majd ebben a nagyon rövid időben, amíg itt lesz látogatható a múzeumban, gyakorlatilag egy hónapig lesz itt nálunk, március 13-áig tudják a látogatók a múzeum nyitvatartási idejében mindig megnézni. És hát reméljük, hogy a kiállítással, a mostani kiállítás megnyitóval és azzal a kapcsolattal, ami most kialakul köztünk és a magyar csipkekészítők között, majd egyre jobban meg is ismerjük ezeket a csipkéket, és azon túl, hogy gyönyörködünk bennük, egyre mélyebben rájövünk arra, hogy igazából mennyire bonyolult ennek azt hiszem, az talán egyikünk számára sem kérdés, hogy mennyire bonyolult ezeknek a tárgyaknak az előállítása, de hogy mennyi motívum, mennyi tudás, mennyi mélység rejlik ezekben a tárgyakban. Azt gondolom, hogy ez már az itt lévő anyag sokfélesége is mutatja, hiszen a modern csipkék mellett és a modern használatban is látható csipkék mellett megjelenik az egészen népi hagyományokra is visszavezethető sváb menyasszonyi csipke, sváb blúzoknak a csipke díszítése, de itt vannak az ország legfontosabb csipkekészítő központjainak egy-egy olyan jelentősebb alkotásai, amelyeket így együtt sokasságában csak nagyon ritkán láthatunk. És ami számomra egy nagyon kedves dolog ebben a kiállításban, hogy ugye ez egy olyan egyesület, rendszeresen vesznek részt a tagjai különböző pályázatokon, és készülnek olyan pályamunkák is, amik egy-egy megrajzolt mintának a különböző újraértelmezései, ami gyakorlatilag az egész művészeti ágnak egy nagyon fontos pontja, hogy sose lesz két tárgy teljesen egyforma és ugyanolyan, hiszen mindenki a saját maga egyedi technikáit, a saját maga egyedi gondolatait fogja beletenni ugyanannak a képnek az értelmezésébe is, és ehhez is lehet itt a kiállításban olyan mintaképeket, amik szerintem nagyon jól mutatják azt, hogy hol van helye a mai életünkben is a csipkének, hiszen ez a szépségnek egy olyan formája, ami nem tud kimenni a divatból, hiszen ez nem divat, hanem egyszerűen egy olyan stílus elem, egy olyan jegy, ami a mai napig megjelenik a mi ruházatunkon is, és azt hiszem, amikor ennek a kézműves változata valóban kézzel készült, egyedileg előállított változata jelenik meg, akkor valami olyan dologgal találkozunk, amivel másképp nem tehetnénk. Azt gondolom, hogy az, hogy a múzeum a tavalyi évben megkapta a közösségi múzeumi elismerést, az jól mutatja, hogy jó úton járunk, hogy ezt a közösségépítést, a közösségekkel való kapcsolatfelvételt egy percig sem szabad
elhanyagolni, vagy nem elég komolyan venni, hiszen ezek a közösségek viszik tovább azt a kultúrát, aminek a gyűjtésére a múzeum létrejött. És a modern folklór, a modern népművészet az ugyanúgy része lesz a múzeum gyűjtéseinek, a múzeum tudásának, ami például csak egy ilyen céhes keretek között működő egyesületen keresztül valósulhat meg. Így azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy most egy újabb országos szinten is számon tartott egyesülettel tudtuk felvenni a kapcsolatot, és hozták el nekünk a tárgyaikat. Az egyesületnek jelenleg is 130-nál több tagja van. A szervezet célja így nem más, mint összefogni az országban élő csipkekészítőket, az alkotók segítségével pedig felkutatni, összegyűjteni és újra tervezni a régi idők csipkéit. A hagyományőrzésnek azonban elengedhetetlen részét képezi az utánpótlás nevelése is. Az egyesület pontosan 1989-ben jött létre, ugye most 30 éves, ennek kapcsán is került megrendezésre ez a kiállítás. Az egyesület a magyar csipkekultúra felkutatásához, felgyűjtésére és a feldolgozására alakult meg, ez az elsődleges célja. Másodlagos célja pedig az, hogy a csipkekészítőket összefogja. Ma Magyarországon tagjaink száma, azt nem mondom, hogy ennyi csipkekészítő van, de hogy az egyesületnek 137 tagja van pillanatnyilag, szerintem körülbelül a duplája, akik készítenek csipkét Magyarországon. Hogyan is jött ez az ötlet, hogy itt Tatán a Német Nemzetiségi Múzeum adjon helyet ennek a nagyon névós tárlatnak? Az ötlet úgy indult, hogy ugye 30 éves most az egyesületünk, és arra gondoltunk, hogy rendeznénk egy vándorkiállítást, ahol bemutatjuk az egyesület 30 évét. Tatára és Tatabányára és itt Komárom-Esztergom megyének erre a területére azért esett a választás, mert annak idején 30 évvel ezelőtt konkrétan Tatabányán jött létre az egyesület, és itt szerettük volna itt a környéket bejárni ezzel a kiállítással. A Csóri Alapítványhoz benyújtott pályázatunkon nyertünk ehhez hozzájárulást, és hát azt gondolom, hogy itt a környéken az egyik legnívósabb helyszínt tudtuk itt megnyerni. Megkerestük itt a múzeum illetékeseit, és próbáltunk kapcsolatot fölvenni, hogy megtarthatnánk-e itt is kiállítás, és nagy, hogy mondjam, boldogsággal vették, hogy megkerestük őket, és így kaptunk itt helyet. Nagyjából hány csipke látható most? Úristen, hát azt nem tudom, nagyon sok. Nem számoltuk meg, tényleg eszünkbe sem jutott megszámolni. Általában úgy csináljuk, hogy van egy törzsanyagunk, amiből mindig a helyhez illőket válogatjuk ki. Ugye természetesen nem egyforma helyeken, tehát nem egyforma méretű helyeken tudunk kiállítani, úgyhogy mindig úgy vagy szűkítjük, vagy tágítjuk a kiállított tárgyaknak a körét, de általában megpróbáljuk a Magyarországon művelt valamennyi csipkefajtát bemutatni. Hát itt ugyanez, hogy tényleg megmutassuk azt, hogy mennyiféle csipke van itt Magyarországon, még ha nem is biztos, hogy mindegyik konkrétan magyar csipke, mert ugye a nemzetiségeink csipkéiből is van egy-kettő, sajnos nem túl sok, mert még a elején tartunk ennek a felmérésében, de azért már található itt sokács, sváb is van most már, szlovákok is, tehát azért próbáljuk összecépen összerendezni a lehetőségeket, hogy honnan tudunk gyűjteni. Ugye arra is törekedtünk, hogy megmutassuk, hogy a mai viseletben is, vagy ruházatban is, hogy alkalmazható a régi hagyományos népi csipke, úgyhogy itt ezen a területen, ott a ruhákon már látható az is, hogy hogyan próbáljuk meg mára alkalmazni, és hát ugye nagy divat a csipke, és hogy próbáljuk meg, hogy ha ennyi szép csipkénk van, népi csipkénk, akkor tudhassuk a mai ruhákon is hordani. Nem feltétlenül fontos nekünk a külföldi, nem mint hogyha az nem lenne jó, de ha van nekünk szép sajátunk, akkor mi ne azt hordjuk. Mint minden másra, erre is nyitottak a fiatalok. Azért azt tudni kell, hogy a csipkekészítés nem egy szapora művelet. Elmélyülést kíván, befordulást egy kicsit
kicsit ilyen narkó jellegű dolog, de vannak fiataljaink, akik nagy szeretettel csinálják, tehát akinek van amúgy is affinitása egyrészt a textilhez, egyrészt a kicsit magába fordulásához, a néprajzhoz, a népviselethez, ők vannak, tehát egészen nagyon fiataljaink is vannak, mert van ifjúcsipkés táborunk minden nyáron, egy hét, ahol általában 10-12 gyermek jön el, most már mondhatom azt, hogy visszajárók. Minden évben van egy-két új, így mindig bővül, de van olyan ifjúcsipkésünk, aki gyerekként kezdte, és ma már ő oktat az ifjúcsipkéseknél, és ez nagyon jó. Tehát ez már azért azt mondhatni, hogy itt már sikerült beszippantani a fiatalokat. De vannak fiataljaink. Miután országos egyesület vagyunk, és ugye szanaszéjjel vagyunk az országban, ritkán találkozik az egész országos egyesület, 130-al meg pláne nem szoktunk találkozni. Ugye van közgyűlésünk minden évben egy, most kettő, és van egy nyári táborunk, ahol a csipkések összejön, mindig egy bizonyos témára írjuk ki a nyári tábort, és akkor, akkor ott azt a csipkét tanuljuk meg, mert hogy ez is olyan dolog, hogy ezt továbbképzőnek hívjuk, mert hogy mindig lehet újat tanulni, bármilyen régóta csipkézik valaki, azért mindig tud újat tanulni. Ez minden évben július első hetében szokott zajlani, és ott azért 50-60-an szoktunk összejönni, egy jó kis bulira. És hát ez a 30 év azért, ez egy nagyon szép évforduló. Mik a tervek még a jövőre nézve? Újabb 30 év? Hát azt gondolom, hogy további munkák, meg további ilyen lehetőségek, mert ugyanezt most a Csóri pályázat révén hat helyszínre tudjuk elvinni a kiállítást, de én azért úgy nem bánnám, hogyha ezt még, és ez ugye június végéig zajlik, még hat helyszínt úgy szívesen bevállalnánk, bár eléggé munkás a kiállításoknak a rendezése, de szeretném még tovább elvinni, egy kicsit nagyobb körben megismertetni, mert azt gondolom, hogy megéri. Tehát itt azért olyan dolgokat lehet látni, ami nem mindennapi. A magyar csipkekészítőket dr. Schmidt-Mayer Richard a Kunidomokkos Múzeum igazgatója is köszöntötte a Német Nemzetiségi Múzeumban. Azért is öröm számunkra, hogy ez a csipke kiállítás itt megjelenhetett, hiszen a tavalyi esztendőben intézményünk, mind a Német Nemzetiségi Múzeum, mind a Kunidomokkos Múzeum, ami szűkebb értelemben a tatai várat jelenti, de szervezeti értelemben beletartozik a Német Nemzetiségi Múzeum is, közösségi múzeum címet kapott. Ez a cím, ez nem csak egy kitüntető cím, hanem egy munkának az elismerése annak, hogy a Tatai Múzeum munkatársai kiléptek abból az elképzelésből, hogy a múzeum egy elefántcsont toronyba zárkózó intézmény lenne, ahol a tudást összegyűjtik, és oda, mint egy templomba, a kultúra templomába kell járulni. Mi azt az elvet valljuk, hogy a múzeum az a közösségekkel együtt tudja igazából kiteljesíteni azt a küldetését, a kultúránknak a megismerését, minél szélesebb körben való eljutatását, ami a fő feladata kell, hogy legyen. De ez azt is jelenti, hogy be kell ismernünk magunknak, hogy nem értünk mindenhez, és bár megdöbbenve hallhattam, hogy 17 orsóval is készül egy-egy csipke, bízom benne, hogy lent a tárlatvezetésnél ezek a részleteivel is megismerkedünk, de a mi intézményi tudásunk a kiállításban majdhogy nem arra szorítkozott, hogy mit szabad vasalni, és mely ruhadarabot nem szabad vasalni. Azt gondolom, hogy így az összetett tudással együtt még gazdagabbá tesszük azokat a kiállításokat, a múzeum éves programját, amivel tovább tudunk lépni. Intézményünknek kiváló együttműködése van a Helytörténeti Egyesülettel, a megjelent tagokat én szeretettel köszöntöm, a Fellner Jakab Kulturális Egyesülettel, és nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kapunyitás az nem most kezdődött el, nem az idei esztendőben, hanem már évekre visszamenőlegesen. Az első magángyűjteményt pont egy évvel ezelőtt jelenítettük meg az intézményünk falai között, és szeretettel köszöntöm Jungitné Bús Erzsébetet, aki a német feliratos textília gyűjteményét bocsátotta az intézményünk rendelkezésére egy hónap erejéig, mert a nagy kíváncsiságra való tekintettel ezt a gyűjteményt is minél több helyen mutatják be. Talán ezek a részletek is megmutatják azt, hogy az intézményünk ténylegesen törekszik arra, hogy minél több közösséget vonjon be
az együttműködésbe, hogy minél több közösséggel együtt tudja a magyar kultúrát, vagy éppen a német nemzetiségi hagyományokat még mélyebben megismerni, megismertetni, és további csoportokhoz eljuttatni. Bízom benne, hogy ez a mai nap nem csak ennek az egy hónapnak a kezdőnapja, amikor sokan jönnek és megtekintik ezt a fantasztikus kiállítást, hanem talán egy további együttműködésnek is az alapja, amit a Magyar Csipkekészítők Egyesülete és a múzeum a későbbiekben fog tudni folytatni. A szervezet tagja az Országos Népművészeti Egyesületek Szövetségének is, ezen felül pedig kettő kiemelt rendezvénye is van a társulatnak, mint a Csipkehét vagy 2003 nyarától az Országos Csipkekészítő Tábor, ahol megfordult már holland, német, szlovák vagy éppen belga előadó is, hiszen a kezdeményezés célja, hogy különböző tájegységek csipkéit ismerhessék meg a résztvevők. A kiállításra többek között Nagy Vincéné Marika, az Egyesület egyik alapító tagja is ellátogatott, aki a magyar csipkések történetét is ismertette a közönség számára. Kihaltak a szövetkezetek, vagyis hát elsorvadtak a szövetkezetek, és nagyon sok Karcagon, Balatonendréden, különböző helyeken voltak csipkeközpontok, de ugye már nem volt piac, nem volt az asszonyoknak, nem volt lehetőség, hogy hát értékesítsék, és akkor volt, aki az elnökünk lett, Mátrai Magdolna, az elkezdett foglalkozni a csipkével, kutatta a magyar csipkét. Ugye azt hozzá kell tennem, hogy két részre osszuk a csipkéket. Van egy történelmi csipke, amikkel azt hívjuk történelmi csipkének, akiknek nem ismerjük, annak a csipkének nem ismerjük, hogy ki találta ki. Vagyis a nép közül adták egyik ember a másiknak adta át a tudását, ezeket hívjuk mi történelmi csipkéknek, és ezek történelmileg is elhelyezhetők Zoborvidékén, Torockó környékén, Felvidéken, Gömör környékén vannak ezek a csipkék. A 900-as évek elején viszont új csipkeközpontok jöttek létre. Kialakult a Halasi csipke, ugye a Dékány Árpád, a Hunnia csipke kialakult, akkor a Móga csipke kialakult, szóval itt mindenkinek tudtuk, hogy ki az, aki kitalálta ezeket a csipkéket. És ugye akkor a népi csipkék, azok a történelmi csipkék, azok a viseletekhez, a szobabelsőkhöz kapcsolódtak. Ugye, és akkor, hogy miért tűntek el, mert ugye kivetkőztek, az asszonyok elhagyták a viseletet. A 900-as években pedig már a polgári igényeket elégítették ki, készültek a hatalmas zongoratakarók, asztalterítők, függönyök, szóval azok már nem népi csipkék voltak. Igaz, hogy töltekeztek a népi motívumokkal, de azok nem népi csipkék voltak, hanem azok már, mondom, hogy inkább iparművészeti és a polgári ízlést szolgálták ki. Azon túl, hogy egy nagyon impozáns helyszínen vagyunk, azért is különleges Tata, mert nem messze innen alapult meg az egész egyesület. Azt meg elfelejtettem ott fent elmondani, hogy például Tatán volt az első csipkehetünk, itt a kemping környékén volt egy épület, és ott itt voltunk először csipkehéten, úgyhogy azért kötődünk Tatához. Én kezdetnek hímeztem, és először hímzésből volt népi iparművész címem, és összetalálkoztam a Mátrai Magdival, és akkor valahogy megváltozott a világ. Nagyon nagy hasznom van attól, hogy a hímeztem, és tudom a textilhez alkalmazni, de aztán ez teljesen elvarázsolt. Csodás dolgokat lehet kihozni, és nem csak pár orsóval, mert van olyan terítő, amihez használunk, vagy 80 orsót. Ugye az 100-on felüli, mert párosával dolgozunk, ugye az duplája szál. De hát ezek, hogy mondjam, ez izgatja inkább az embert, hogy ilyeneket csináljunk. Mondhatni az is, hogy sok év után is nyújthat újdonságot és kihívást egy-egy csipke elkészítésre? Hogyne. Nálam biztos, hogy így van, és én tanítom is. Én a Hagyományok Házába oktatom a csipkekészítést, okáé és formába, úgyhogy nekem muszáj újra töltődnöm, újra foglalkozni vele, mert hát mindig szeretnék újat és újat adni a hallgatóknak. Az én szakkörömben Tatabányán van egy kislány, aki harmadikos korától most 8-os, és oda jár, és pályáztatom különböző helyekre az országba, és nagyon sikeres a kislány. Viszont az a bizonyos 40
és az 50 év körüliek, az én osztályom most Budapesten mind ilyen, 35-től 48 éves az idősebbek, vagyis megteremtették az asszisztenciát, férhez mentek, kezdenek kinőni a gyerekek otthonról, és kell valami, és ebbe bele lehet szeretni a csipkébe. Önnek mit adott ez az egész? Nekem szépé tette az életemet. Nagyon jó a házasságom is, de ez még plusz hozzátett nagyon sokat és sok szépet. Nagyon sok helyen megfordultam, külföldön is voltam Milánóban, a Nemzetközi Expón, voltam Algériában, Kínában. Nagyon sok a helyen megfordultam, és ez mind a csipkének köszönhetem. Korcsoportban hirdette meg hagyományos farsangi szólótánc versenyét a Kenderke. A fergeteges farsangon nem koreográfiákat mutattak be a gyermekek, hanem a választott táncokra jellemző motívumokból rögtönöztek a Piarista rendházban. Kisebb korosztály kivételével a gyermek és ifjúsági nevezők egy kötelező és egy szabadon választott produkcióval álltak színpadra, ez utóbbi bármelyik a Kárpát-medencében hagyományos tánc lehetett. Én mezőföldi kanásztáncot és széki táncokat adtam elő. A mezőföldi az inkább ugrós, a széki meg gyors. Egyébként mik a kedvenc táncaid, ezek azok? Az egyik a széki, rábaközi, mezőföldit is szeretem, Szatmárit is, nagyjából mindent szeretek. 2,5 éves korom óta táncolok, a Csepel Tánc Együttesben kezdtem el táncolni, és ez a második éven a Pannonia Néptánc Együttesben, és most 2 helyen táncolok. Én azt szerettem volna elérni, hogy tovább jussak, de igazából nem is ez volt a cél, hanem az, hogy táncoljak, és hogy jól érezzem magam. Köszönjük szépen. A verseny egyben az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület Közép-Dunántúli régiójának válogatója. A zsűri által legjobbnak ítélt előadók bejutnak a gyermeknéptáncosok 14. országos szólótánc versenyére, amely a maga nemében hazánk legnívósabb megmérettetése. A selejtezés az nem úgy zajlik, hogy egy táncanyagot kiírunk a gyermekek számára, és akkor csinálunk az ország két pontján egy-egy selejtezőt, és akkor a Vas megyei is, meg a Békés megyei és mondjuk elindul egy somogyi táncanyaggal kötelező tánc, és mellé szabadon választott, hanem az elmúlt években úgy döntöttünk, először is visszahoztuk a szarvasi szólótánc versenyt a vérkeringésbe, hisz néhány évig ez egy országos tanulmányi versenyként működött. A kormányhivatalnak, az oktatási hivatalnak úgymond oda ajándékozta az Örökség Egyesület ezt a versenyt, hogy legyen egy szólista tanulmányi verseny, de azt gondolta az Örökség Egyesület elnöksége, hogy mindenképpen fontos lenne ezt a versenyt újra a saját kezébe venni. Ezt jól tettük, kiderült, és a selejtező rendszert a 7 régióban, mivel az Egyesület régiós rendszerben működik, 7 régióban külön régiós szólótáncversenyeken valósítjuk meg, és a kötelező táncoknak mindig a saját régió valamelyik táncanyagának kell lenni. A régiós anyagból szabadon lehet eldönteni, hogy melyik legyen ez. És a kötelező táncok és a szabadon választott táncanyagnak az eltáncolása kapcsán a zsűri dönt, hogy az adott helyszínen ki milyen díjban részesül, és a legkiemelkedőbbek a 7 régióból összesen 70 produkció bekerül a szarvasi döntőbe. Thank you.
Az lenne a legfontosabb, hogy az improvizációnak a lehetőséget lássuk a színpadon. Sajnos ez nem mindig van így. A mai napon is láttam már olyan gyermeket, akik folyamatot táncoltak, akiknek beállított táncuk volt. Ez nem szerencsés, hisz hogyha a gyermek nem annyira jó folyamat tanuló, akkor nem tudja előadni megfelelő módon ezt a táncanyagot, illetve hogyha valahol tévesz, nem biztos, hogy vissza tud jönni. Nem az a cél, hogy mondatokat tanítsunk a gyerekeknek, hanem egy anyanyelvet, és azt az anyanyelvet ők úgy használják, úgy formálják, hogy az a legjobban megy nekik, hogy legjobban sikerül neki. Van, akinek kevésbé megy ilyen fiatalkorban, van, akinek egy kicsit jobban, de sokkal fontosabb az anyanyelvnek a tanulása és a tudása, mint az, hogy egy-egy folyamattal, egy-egy mondattal segítsük a gyerekeknek a színpadi munkáját, mert ez mindig kiderül, elbukik. Ugye nézzük a táncnak a stílusát, a táncnak az előadás módját, a megjelenést, a színpadi viselkedést. Azt is elmondtam itt az elején, hogy olyan magas szinten, olyan magas színvonalon táncolnak már ezek a fiatalok, hogy nem is igen lehet különbséget tenni a mai kor felnőtt vagy ifjúsági táncosai és a gyerek táncosok tudása között, hisz felgyorsult a világ, bárki bármihez hozzáfér, és hát van egy nagyon fontos dolog, a 90-es évek közepén egy Kodály-ítet volt az, ugye Kodály Zoltán a II. Világháború után úgy döntött, hogy nem csinál darabokat, nem annyira az alkotói munkára helyezi a fő hangsúlyt, hanem a zeneiskolai rendszernek a kiépítésére. Az eredményt tudjuk. Magyarországon nem lehet 10 kilométert úgy menni, hogy ne legyen legalább egy zeneiskola, vagy egy kihelyezett zeneiskolai oktatás. 90-es évek közepén az akkori fiatal generáció tett egy nagyon meghatározó lépést. A zeneiskolák mellé beépítették a táncoktatást művészeti iskolai rendszerbe, és az alapfokú művészetoktatásnak az eredményeképpen láthatjuk ezt a nagyon sok tehetséges fiatalt, akik rendszeres munkával és rendszeres odaadó iskolai nevelés keretein belül adatközlő szinten falura lebontva tudnak egy-egy tehetségnek a táncait. Erre láthattunk példát a mai napon is, úgyhogy ez mindenképpen nagyon fontos, hogy az adott meghatározott tájegységnek a táncát milyen stílusban táncolják el, a figura gazdagsága milyen, hogy tudják ezt szerkeszteni, hogy tudják azt a már említett anyanyelvet a megfelelő módon közvetíteni a mi számunkra. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos, beszéltünk az öltözkedésről, ugye én egyszer közben is szóltam, nagyon fontos pedagógusoknak, nagyon nagy felelőssége. Már nincs a fiúknak sokszor egy nagypapa, vagy egy olyan édesapa, aki kalapot hord, aki úgy öltözködik, aki rendesen a derekán hordja a nadrágot, ahogy ez egy férfihoz illik. Oda kell állítani a tükör eléhez, és a pedagógus felelőssége meg kell tanítani, felöltözni a nadrágot, felhúzni a kalapot, hogy teszem a fejemre, eltűröm a hajamat, hogy kell azt viselni, ezek mind hozzátartoznak a kultúránkhoz. Ahogy a kislányoknál is, hogy veszik fel azt a szoknyát, hogy viselik azt a ruhát, a papucsot egy adott tehetséghez, a sok szoknyát, nincsenek kifestett körmök, nincsenek festett hajok, néha már ettől megőrülök, hogy járok kelek a világba, és 13-14 éves lányoknál, ezek nem széria tartozékok, azt gondolom, sőt a paraszti világba, és abban az archaikus paraszti szabályrendszerben, ami egyébként nagyon-nagyon szépen követhető, és a néptánc együttesek, illetve ezek a népi kultúrából táplálkozó közösségek nagyon jól alkalmazzák, ezek természetes dolgok, ahogy természetes volt egy falu közösségen belül is. Tulajdonképpen 5 nevezést indítottam személyesen, mindegyik páros, tehát most jelenleg nem volt szóló táncos versenyzőm. Ez a felkészülési időszak, ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak. Egyrészt kemény munka is jellemzi, másrészt meg nagyon improvizatív, tehát hogy olyan szempontból, hogy nem mindig a jó anyaggal kezdünk el készülni, de hogy ez mindig útközben derül ki, hogy annyira mégsem a gyermek lábára való. Sokszor új anyagot kezdünk, egy régi anyaggal már versenyeztek a gyermekek, és akkor újjal kell készülni. Tehát, hogy muszáj improvizálni, muszáj kicsit alakítgatni így a felkészülési időszak során, de én nagyon szeretem. Én is versenyző párti vagyok, és így szóló táncos témakörben én is versenyeztem már
számtalanszor, és sajnos ugyanazt elvárom a gyermekeimtől, amit önmagamtól is. Jó a felkészülési időszak, csak kemény. Tehát nekünk is kemény, a gyermekeknek is kemény, nem olyan attitűdbe kell fellépni, mint mondjuk egy falunapon, vagy egy tatai sokadalmon, vagy egy évzáró gála műsorban, tehát hogy mások az igénybevételek, más a követelmény, és ez ugye nagyon fontos. Szerintem maximálisan elégedettek lehetünk. Egyrészt nem is úgy szoktam felkészülni én magam sem versenyre, és a gyermekeimet sem úgy készítem fel, hogy másokhoz képest legyenek ügyesek, hanem mindig önmagukhoz képest kell egy szintet feljebb lépni, és mindig az előző napi önmagunkhoz kell nekünk is, felnőtteknek is jobbnak lenni, így nap után. De én elégedett vagyok, tehát amit mi kértünk a gyermekektől, azt megcsinálták, maximálisan elégedett lehetek, nagyon sokat fejlődtek. Tehát az osztályból azok a gyermekek, akik versenyeztek most, azok ugrásszerűen lehagyták az osztálytársaikat, okvetlen, hiszen sokkal-sokkal többet gyakoroltunk, volt egyfajta igénybevételük, ez törvényszerű. A program megnyitóján Mihi József polgármester azt hangsúlyozta, köszönet jár azoknak a szülőknek is, akik támogatják gyermekeiket, hogy a magyar hagyományokat, tradíciókat megismerjék és élővé tegyék. Fantasztikusan jó érzés látni azt, hogy ilyen pici gyermekek is már teljes felnőttes öntudattal és biztonsággal lépnek ki a színpadra. Nagyon szépen köszönjük a Kenderke Művészeti Iskolának és minden tanárának, pedagógusának, de még inkább a szülőknek azt az áldozatos, odaadó szeretetet, amivel az őseink hagyatéka, az őseink kincsei iránt ilyen komolyan állnak, és az a jó érzés, hogy ezek a pici gyermekek, akik több száz évvel később születtek, mint ahogy ezek a táncok megszülettek, ugyanazzal a természetességgel tudják járni, és ez mutatja azt a kontinuitást, azt a folyamatosságot, ami a mi magyar népünknek a ős eredetétől kezdve folyamatosan megvan a mindenkori magyarságban, úgyhogy ennek egy óriási őrző bölcsője a néptánc, és ennek pedig egy óriási erőt adó közössége a tatai Kenderke, Pötörke, mindegyikőjük. Köszönöm szépen nekik nagyon ezt a fantasztikus élményt, amiben a tataiaknak és a versenyzőknek része lehetett. A szólótánc versenynapján a tatai táncosok és vendégek szintén a farsang jegyében, de már népszokásokat mutattak be a Kossuth téren. A produkcióval már negyedik esztendeje kedveskednek a lakosságnak. Többek közt a farsangi időszak egyik kedvelt játékát, a medvetáncoltatást is felelevenítették a hagyományőrzők. Hamvazó szerdán kezdődik keresztény szokás szerint az elcsendesedés is a nagybőt ideje, de addig is szabad a tánc, a hangoskodás és a mulatság. Szokás volt ilyenkor más bőrébe is bújni, mivel többnyire ekkor ülték a mennyegzőket, a farsangi alakoskodó csapat gyakran ebből is tréfát űzött. Nyaklevest főzök minden nap. Nyaklevest főzök minden nap. Délig süttetem a hasamat. Délig süttetem a hasamat. A zajos szórakoztató téltemetés az élő hagyományok sorozat része. Tulajdonképpen egy közös vágyálom, amit nem beszéltünk meg, de ugyanaz a cél vezetett minket. Tehát a város vezetősége helyreállította a Kossuth teret, ám de a Kossuth tér valamikor vásározó tér volt, tehát ilyen értelemben a lakosságnak egy gyülekező helye alkalma volt, ahol találkoztak, nyilván bonyolították az üzleteiteket, és gondolom szót ejtettek erről arról. Azt gondoltam, hogy ez a közösségi tér kaphatna valamit a régmúltnak a fényéből és szokásaiból, és így alakult ki az a gondolat, hogy élőhagyomány sorozat legyen abból, ami egyébként bőti karikázóként indult, hogy az évnek azokat a napjait, alkalmait, amikor ilyen együttes, közös, ünnepi, szórakozási alkalmak is voltak, azokból valamit megjelenítsünk és megmutassunk a lakosságnak. Így jött be a történetbe a farsangi időszak, ahol farsangi szokásokat mutatunk be. Ez a legfiatalabb, ebben az évben negyedik alkalom volt, és visszafelé haladva a bőti karikázó most már hetedik lesz, és a legöregebb tulajdonképpen az advent, a betlehemezéssel, lucázással, regüléssel, ami szerintem már több mint 10 éves. És ezeket szeretjük tartani azért, mert nem csak arra van szükség, hogy újat, megújuló dolgokat hozzunk be, új ingerek,
új szokások, új fogyasztás törjön ránk, és azzal fölvegyük a versenyt, hanem igenis fontos az, hogy egyfajta megnyugvás is legyen az életünkben, legyen benne egy ciklikusság. Legyen az ünnepeknek egy olyan fajta készülődése, amikor tudjuk, hogy mire, hogyan fogunk fölkészülni, és hogyan fogjuk ünnepelni, hogyan tartjuk meg az ünnepet, milyen érzések, gondolatok társulnak hozzá, ezek a szokásokban jelennek meg. A szokások mindig a ráhangolódást jelentik. Hát a farsang az pedig a mulatságé, ugye, az advent, illetve karácsonyi időszak után egészen a böjt kezdetéig, ami most már hamarosan itt lesz. Tehát aki még szeretne jót bolondozni, szórakozni, az most ragadja meg az alkalmat. És akkor ebbe belefér minden, ami a múltnak a szokásai. Múltban úgy hívtuk ezeket a jelmezeket, hogy alakoskodások, tehát más alakot veszek föl, de az ideiek is, a mostaniak is bármi helyet kaphat ebben a történetben, mert nem csak a múlt hagyományainak a folytatása fontos, hanem az újragondolása is, és egy kicsit akár a modernizáció is. Hát ezt mindig eldönti a helyi közösség, hogy mennyit az egyikből, mennyit a másikból.